arról mesélj kérlek, hogy a társas játékok iránti szeretet az nálad honnan, mikortól indult, mióta rész az életednek ez a fajta játék? Hát maguk a játékok igazából, én azt gondolom, hogy mind mindenkinek már gyerekkorában, tehát nekem ez a 80-as évekre esett, úgyhogy ott mindenkinek a klasszikusok szerintem azonnal beugranak, Gazdálkodj okosan, Polisz 07, Monopoly, illetve hát akkoriban volt ugye a Novoplast, mint egy nagy kiadó, és hát ők aztán gyakorlatilag mindent, hát most már így a mai szemmel nézve összeloptak igazából, de akkoriban ugye ezzel nem nagyon foglalkoztunk, és rengeteg társasjátékkal találkoztam már akkor is. Az első igazán komoly, már talán modernnek tekintető társasjáték az a Rizikó volt, amit hát valamikor gimiskorom elején az egyik ismerős kapott valahonnan külföldről egy Rizikót, és akkor onnantól kezdve mi világot foglaltunk. Utána a főiskolai években főleg a szerepjátékok voltak, amik jellemzően előkerültek. Tehát ugye ezek a papíron, kockákkal játszott, több órás, néha éjszakában nyúló hosszú-hosszú játékok voltak, illetve ez mellett azért egy-két társasjáték is volt, mind a mai napig például otthon polcon van egy hát nem túl szép a magyar címe, hogy Vérfoci, Blood Bowl. Ez egy olyan társasjáték volt, ahol egy amerikai foci szabályai alapján lehetett fantazi fajokkal, tehát orkokkal, törpékkel, elfekkel, egyebekkel focizni, csak hát annyi volt benne ugye a kis extra, hogy hát az ellenfelet le is lehetett gyilkolni a pályáról. És hát ezek voltak azok, amik akkoriban voltak. Utána volt egy kisebb, hosszabb kihagyás, ami végül is egy olyan 3-4 éve volt az, amikor igazán újra kezdtem felfedezni a modern társasjátékokat. Itt ugye már egy teljesen más világról beszélünk. Ugye, mint az elején ugye mondtam, hogy nagyon sokaknak a Gazdálkodj okosan és a Monopoly, tehát gyakorlatilag az olyan társasjáték, ahol dobog a kockával, és a játék játszik velem. Én nem sok ráhatásom van a játékra, nem nagyon csinálok semmit, csak megteszem azt, amit a kocka mond. És a mai modern társasjátékokban viszont, ha van is kocka, akkor általában ez azért van, hogy valamennyire hozza a szerencsét, de főleg az európai társasjátékoknál a kocka szerepe inkább az, hogy én ezt képes legyek módosítani, tudjak rajta változtatni, és úgy alakítsam az értékeket különböző segítségekkel, különböző hozzáadott plusz dolgokkal, hogy a kocka értéke az minél közelebb legyen ahhoz, ami az én taktikámhoz, az én stratégiámhoz megfelelő. És aztán most azt látjuk, hogy diákokkal, fiatalokkal együtt játszotok itt, megalapítottad ezt a klubot. Milyen céllal, mit lehet tudni a klubról? Erről mesélj egy picit, kérlek. Hát maga a klub, ez a 2019-ben indult a Tekóban. Ez pont az az év volt, amikor egy digitális témahét keretében fölmerült az a kérdés, hogy esetleg lehetne valamilyen kis társasjátékot készíteni a diákokkal. És pont ez volt az a nyár is, amikor én igazából ténylegesen közelebb kerültem a társasjátékokhoz, és ekkor volt az, hogy igazgató úrral a Tekóban beszéltünk, és ő partner volt abban, hogy ott az iskolának az egyik kevésbé használt termét használhassuk arra, hogy mint klub működjünk, és kezdetben a tekós diákokkal, aztán rokonok, ismerősök, és hát szájhagyomány alapján nagyon sokan odajöttek. És igazából az, hogy most itt vagyunk a könyvtárban, az pedig annak köszönhető, hogy tavaly ősszel kaptam egy megkeresést a könyvtártól, hogy itt is fölmerült az ötlet, hogy szeretnének egy kisebb társasjátékklubot működtetni, és az egyik itteni dolgozónak a gyermeke és az én gyermekem egy osztályba járnak, és így volt egy kis információ áramlás arról, hogy valójában már van Halason egy olyan klub, ami ezzel foglalkozik, és lényegében a kettőt kötöttük össze, tehát itt is működik a klub, péntekenként minden hétvégén, amikor a korlátozások ezt engedik, illetve hát a Tekóban is megmaradtunk, ott is, de ott, tehát a Tekóban inkább csak ottani diákok, itt a könyvtárban itt viszont teljesen szabad, tehát itt vidékiek, keceli általános iskolától kezdve nagyon-nagyon sok helyről jöttek már. Tehát én nem gondoltam volna, megvallom őszintén, hogy az elején úgy indultunk, hogy hát itt majd leszünk egy 8-an, 10-en, 15-en és el leszünk, és lényegében a második, harmadik alkalomnál már annyian voltunk, hogy itt a könyvtárnak ez a kis terme már majdnem kicsi volt.
Mik a célok? Mindig újabb játékokat ismertetsz meg a fiatalokkal, vagy te szeretnél minél több játékkal megismerkedni, aztán ezt közösen játszani? Mi ennek az egésznek a célja, hogy látod? Több célja is van igazából. Hát az egyik az pontosan az, hogy egy picit a köztudatba, hogyha lehet, akkor eljuttatni azt, hogy nem csak a dobok lépek. Tehát, hogy a Monopolin, a Gazdálkodj okosanon, az Unón, mint mindenki által ismert kártyajáték, és szerintem aki unózott már, az pontosan tudja, hogy az Uno az tökéletesen jó arra, hogy évtizedes barátságokat tegyen egyetlen pillanat alatt tönkre az asztalnál. És igazából az egyik cél az ez lenne, hogy megmutatni azt, hogy hatalmas ez a világ. Tehát a társasjátékok világa az jelen pillanatban úgy néz ki, hogy évente világszinten 1500-2000 társasjáték jelenik meg. Ebből Magyarországon, magyar kiadásban egy olyan 200-300-400 játék, ami évente megjelenik. Tehát ez az a mennyiség, ami tehát feldolgozhatatlan. Tehát otthon az ember 3-4-5-6 játék után már azt mondja, hogy úristen, sok, meg tele van a polc. Nálam ez a polc egy picit nagyobb lett. Jelen pillanatban olyan 500 játék körül van a gyűjtemény. Mindig jönnek újabbak, időközben jó néhány kiadóval sikerült nagyon jó partneri kapcsolatot kialakítani, tehát van olyan kiadó, ami például olyan szerződést kötött velem, hogy lényegében én úgy vásárolok tőlük, mintha én egy webshop, tehát ugyanazokat a kedvezményeket és ugyanazokat a lehetőséget kapom meg, mintha egy webshop lennék, és ezeket a kedvezményeket bárki, aki a klubban itt van, az ugyanígy vásárolhat, tehát például ott is ezeket megkapjuk. Tehát ebből a szempontból is azt mondom, hogy egy picit egy ilyen, hát ilyen missziós munka, vagy nem tudom, tehát egy ilyen igehirdetés valamilyen szinten, hogy mutassuk meg az embereknek egyrészt azt, hogy van egy hatalmas világ a Monopoly után, másrészt pedig azt, főleg a fiataloknál, hogy meg lehet azt tenni, hogy leteszem a telefont, és órákra elfelejteni azt, hogy én most a digitális világban csak nyomkodom a telefont. Mondom ezt úgy, hogy én informatikusként gyakorlatilag a digitális világban nőttem föl, és mégis azt mondom, hogy ez azért egy hatalmas nagy különbség azzal szemben, hogy mondjuk a gyerek otthon leül a számítógép elé, és anyuka, apuka azt látja, hogy igen, a gyerek egy hatalmas baráti társasággal játszik, egyedül otthon, a szobájában, a sötétben. Itt viszont a gyerek eljön, és egy hatalmas baráti társasággal játszik úgy, hogy 8-10-15-20-an körbeülnek egy asztalt, és éppen az a játék, ami ott előkerül, az közösséget épít.